Nagyon szépen köszönöm a bizalmat, és mindenkelőtt nagyon szépen köszönöm dr. Fejre Sándor meghívását. Meg kell mondanom, hogy ez egy óriási kihívás volt számomra több okból. Először azért, mert én annak idején a Késszel akkor voltam kapcsolatban, amikor még nem is volt. Dr. Csanád Bélát nagyon szerettem. Nagyon sok mindent tettünk együtt, még a megalapítás előtt, alatt és egészen haláláig. Tehát abban az időben a kapcsolatom a Késszel nagyon szoros volt, de valahogy akkor úgy éreztem, hogy nem igazán civil, hanem ennél sokkal keményebb, gyakorlatiasabb, üzleti megoldás kell az akkori rendszerváltás idején, és hát belementem nagyon sok csínybe, nagy ütközetekbe, ami nem feltétlen a keresztény szellemiséggel volt megoldható, de nem volt megoldható, mert én viszont nem tudtam változni. Úgyhogy ebből adódóan, abban az időben, amikor a napi lapom, a reggeli Pesti Hírlap működött, akkor dr. Csanád Bélának ott saját rovata volt. És mi amennyire lehetett, próbáltuk azt a szellemet terjeszteni, aztán valahol jöttek mások, akik úgy akarták, hogy ne az enyém legyen az alap, és akkor aztán sok minden átéltem abban az időben, és azóta most már lassan 30 éve, úgyhogy azt kell mondjam, hogy az a sűrű élettapasztalat, ami bennem van, az egy kicsit visszaköszön a ma esti előadásban. Több okból. Egyrészt azért, mert egy egészen különleges nap ez a mai. Bizonyára tetszenek tudni, hogy egy-két esemény volt az elmúlt napokban, illetőleg akár ma is. Elmúlt napokban történt, hogy pontosabban pénteken, szombaton, hogy a pénz és az erkölcs kapcsolatáról egy nagyon szép konferenciát szervezett domonkos nővér, Bartis Laura, aki működtet egy komplett szervezetet arra vonatkozóan, hogy próbáljuk meg ezt az egész gazdaságot másképp a mi értékrendünk szerint megfogalmazni és megfelelően megpróbálni kezelni. Én ezen a konferencián ott voltam az első nap, és bevallom, a másodikra nem mentem el. Nem mentem el, mert megint az történt, hogy az előadók, akik részben a filozófikus hajlamok, és természetes, hogy így van, mert hiszen ez az ő hivatásuk, az események felett lebegtek, de az a baj, hogy magukhoz emelték a kormányzati tényezőket, vagy a bankvezért is, és akik aztán végképp nem mondtak semmit a valóságról, sőt, messze menően nagy ívben kerülték. Na most ebből adódik, hogy nekem át kellett dolgoznom az előadás elképzelésemet, mert szeretnék reflektálni azokra a gondolatokra, amik ott elhangzottak, és ami abban a konferenciában aztán nem is fért volna bele. A másik, amiért érdekes ez a mai nap, nem tudom, mennyire tetszenek tudni, Brüsszelben hoztak egy döntést. Az Erzsébet utalványról azt mondták, hogy ez a monopolisztikus szerkezet nem tartható. És teljesen jogosan mondták. Azért mondták jogosan, mert az egész előadásomnak majd ez lesz a lényege. Az a központosítás, amit ma átélünk, ezt az országot, higgyék el, nem túlzok, amikor most ezt mondom, majd tetszenek látni, a pusztulásba viszi. Nekünk vissza kell térnünk a keresztény szubszidiaritáshoz, a egymás mellett értelmes mértékben és értelmes értékrend szerint dolgozók egymás segítésére, és a hatalomnak az lenne a dolga, hogy őket segítse, nem pedig elvegye a működőképességüket. Ma folyamatosan azt látjuk, hogy különböző szervezetek valamilyen rejtélyes okból maguk alá gyűrik azokat a lehetőségeket, amit egyébként a jog megenged számunkra. Az Erzsébet utalvány is ilyen. Úgy tetszene gondolni, hogy ez egy jó állami kezdeményezés, hiszen előnyünkre szolgál. Nem tudom, hányan tudják ebben a teremben, hogy milyen kemény magánérdek fűződik ott a háttérben hozzá. Szakszervezeti vezető kuratóriuma uralja ennek a magánoldalát, és nagy, most hadd ne mondjam a nevet, mert nem akarok személyeskedni, de igen, nagy magán érdekcsoport uralja szintén az állammal valamilyen módon egy szimbiózisban. Csak ezt nem tetszenek megismerni. Most eljön az idő, amikor megtetszenek majd. Tehát valahol ez a folyamat, amit átélünk, ez a központosítás, az, amit ma az előadásom, hogy tetszik, fókuszába helyezek, azért is, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy ez politikailag, gazdaságilag, társadalmilag káros. Kérem szépen, lesz róla szó, hogyha van türelmük meghallgatni, természettudományosan sem tartható.
matematikailag sem tartható. Bizonyítható, ha úgy tetszik, a lehető legobjektív módon, hogy a tönkremenetelbe visz, és hát hogyha megengedik, akkor erre én majd az előadás közben kitérek, hiszen ez az, amiért én tulajdonképpen megváltoztattam az eredeti témámat. Tehát valahogy az most úgy épül fel az előadás, hogy ezt a központosításnak hazai és külföldi hátterét megpróbálom röviden csak megmutatni, inkább csak példálozni, és utána pedig majd a pénzügyi rendszerben az, hogy mi mindent lehet tenni. De mielőtt ide eljutnánk, én szeretnék valamit most nagyon kiemelni. A KÉSZ dolgozattal jelent meg múlt év őszön, aminek az a címe, hogy az idők jelei. Összefoglalta a pillanatnyi társadalmi helyzetünket, gazdasági helyzetünket, és adott bizonyos válaszokat. Kérem szépen, vitairatnak szánták. Nos, én nem szálltam be a vitába, de ha megengedik, most előre bocsájtom, ez az előadás beszáll a vitába. Azért mondom el azt, amit elmondok, mert az idők jeleiben tévesen megfogalmazott gondolatokkal találkozunk, és nekünk az lenne az érdekünk, hogy ezt felismerjük és módosítsuk. Tehát az előadásom célja egyúttal a KÉSZ társadalom leírásának a kritikája és módosítása, de persze terjedelmi okokból nem tudok végigmenni az egészen, értelemszerűen nem is fontos, egy-két gondolatot emelek csak ki belőle, de azon keresztül az egészre kapunk majd képet. Nos, kérem szépen, azt mondja ez a dolgozat, hogy idők jelei a KÉSZ társadalmi képe. Ez egy szerkesztett anyag sok szerzővel. Egyeseket nagyon szeretek és ismerem őket, másokról csak hallottam, nem igazán személyes, nem fűz hozzá személyes kapcsolat. De abban teljesen igaza van mindjárt bevezetőben, amikor azt mondja, hogy még a tanult embernek is nehéz eligazodni az események forgatagában. Majd így folytatja, hogy Magyarország súlyos kihívással néz szembe, mert túlzás nélkül a nemzet jövőjét veszélyezteti. Ha valóban ez a helyzet, már pedig én is azt mondom, hogy ez a helyzet, akkor rettenetes komolyan kell vennünk minden szót, amit leírunk, és amit a dolgozatban összefoglalunk. Igen ám, de amikor arról van szó, hogy kikkel szemben és hogyan, akkor teljesen egyetértek a dolgozatban annak a bevezetői megállapítással, hogy nem másra nézzük magunkra. Magunkkal kell szembenéznünk akkor, amikor ez a kérdés elénk kerül, sorskérdésünk, és nekünk kell a választ megtalálni, a cselekvő választ. Előadásom azt próbálja mutatni, hogy igen, erre van esélyünk. Tehát így ír a dolgozat, a csődhelyzetnek nem csak az ellenfél az okozója. A kudarcokért többnyire azon szereplők gyarlóságai, hibái, következetlenségei okolhatók, akik esélyt kaptak, de gyengének bizonyultak egy sikeres stratégia megvalósítására. Igen, a környezetünkben ezt a gyengeséget látjuk ott, ahol bizalmat adtunk a bizonyos döntések meghozatalára. Kérem szépen, ez a fajta konferencia, amiről beszéltem, ugye ez egy olyan konferencia volt, amely szintén nem nézett szembe a tényekkel. De, és még egy megjegyzés arra vonatkozóan, hogy miért különleges ez a mai nap. Azért is különleges, mert tegnap a Magyar Nemzeti Bank versenyképesség és növekedés címmel bemutatott egy 600 oldalas dolgozatot, ugyanerről, mint amit a KÉSZ körülbelül egy 50 oldalon. Nem láttam még, mert hiszen nem tudtam hozzájutni, nem is lett volna módom áttekinteni, de volt, aki áttekintette, majd mindjárt idézem is őt, azonban higgyék el, ez nem fontos. Nem fontos. Van azonban valami, ami fontos. Nevezetesen a múlt héten és azt megelőző héten másik két könyv jelent meg, nem ilyen nagy terjedelemben, annál komolyabb tartalommal azonban. Az egyik könyvnek az a címe, hogy Pénz és fenntarthatóság, a hiányzó láncem. Ez a könyvet egy Bernard Liader úr írta, a belgi születésű ember, aki pontosan a pénzrendszer kritikáját, illetőleg hát áttekintését úgy fogalmazza meg, hogy cselekvő módon, mint ahogy én is próbálom, mi mindent lehetne tenni a mai helyzetben. Ezt a könyvet egy fiatal ember, úgy hívják, hogy Sárdi Gábor, lefordította magyarra áldozatos munkával. Ő egy doktorandusz közgazdász végzettségű,
és kért a Nemzeti Banktól támogatást, de sajnos nem kapott, mert úgy látszik, a Nemzeti Banknak ez nem fontos. Nos, hadd mondjam azt, hogy Sárdi Gábor itt van közöttünk, és higgyék el, ő az, aki mindazt, amit majd mondok, sokkal világosabban, sokkal tisztábban el tudja mondani, mert egy fiatal agy, aki ma a világra ránéz, ma, ha úgy tetszik, nincs megfertőzve azokkal a kényszerekkel, mint mi. Tehát ő kezünkbe adott magyar nyelven egy olyan könyvet, ami az itt elhangzottakat sokkal tágabban bemutatja önöknek, egyszer, másodszorban pedig az egész szemléletünket tudja formálni. A másik könyv, ami egy héttel korábban jelent meg, az pedig így szól, egy bizonyos Bill Steele nevezetű úr összeállításában, van megoldás, avagy hogyan szüntessük meg az államadósságot? Tetszenek látni? Jönnek az anyagok, hogy igen, vannak válaszok. Nos, ezt a könyvet pedig Csipai Roland fordította le, megint csak saját zsebből áldozatos munkával, aki ráadásul nem is pénzügyi szakember, nem közgazdász, informatikus. De azt mondta, ezt mindenkinek tudnia kell Magyarországon, és egyszerűen hozzáfogott, és egy ilyen vastag könyvként lefordította. Formálódik a jövőnk. A fiatalok felismerték, hogy ezt így nem folytathatjuk. Hogy kell hozzányúlni a pénzhez? Ma látják, és úgy gondolom, hogy nem sokára sokkal, de sokkal aktívabban és jobban ismerik majd, mint bármelyikünk. A Nemzeti Banki könyvvel kapcsolatban pedig tennék egy megjegyzést. Nem olvastam 600 oldal, de vállalok valamit. Ha az előadáson elhangzottakból bárki bármit talál abban a könyvben, és elhozza nekem, én kifizetem neki a könyvárát. És én minden szavamért vállalom a felelősséget. Tehát azt kell mondjam, és ráadásul rögzítve is lesz, tehát számon kérhető rajtam. Próbálják meg. Nos, kérem szépen, a Nemzeti Bank könyvet egy bizonyos úr tegnap bizonyos kritikával illette. Ez az úr nevezetesen a Bankszövetségnek a elnöke. Következőt mondta. Föláll a hátán a szőr, már mint az övén, a tisztességes profit szó hallatán. Ez a szó nem értelmezhető a bankrendszerben. És arra emlékeztetett, hogy még az előző rendszerben vizsgázott tisztességtelen profitból, és arra kérte a szerzőket, a Nemzeti Bank szerzőit, hogy ezt a szót felejtsék el. Bankszövetséget ilyen ember vezeti. A tisztességes jelző zavarja a tudatát, és az, valószínűleg az erkölcsét is. Miért? Mert ez az úr adott esetben annak idején a KGST iskoláit végezte, mármint úgy értem, annak finanszírozásában Moszkvában végzett közgazdaságtant, és amikor fiatalemberként hazaérkezett, elveszte Biszko Béla leányát. Aztán gyorsan el is vált, amikor Biszko Béla bukott, és már nem volt pozícióban. Most ez az úr ezt követően a Világbankhoz igazolt át, és Magyarország rendszerváltásakor az élelmiszeripar és más iparágak felszámolását, amit én magam éltem át, hiszen én voltam az oldal, magyar oldalon, aki ott fel akart lépni vevőként, és ismertem a folyamatokat, nyugodtan merem mondani, hogy ő volt az egyik annak, aki a Világbank részéről Magyarország lebontását menedzselte. És ez az ember ma azt mondja, a tisztességnek nincs helye a bankrendszerben. Egy másik bankigazgató volt a konferencián, a péntek szombatin, a Külker Banknak a vezetője, Balog Ádám, aki viszont valóban a tisztesség szót tűrte, hogy így mondjam, de egyet elfelejtett. Hogy a devizában számolt kölcsönöknek a nemzetpusztító, emberek ezreit halálba kergető, vagy megnyomorító folyamatát nem találta terhelőnek. Szavakban tisztességes, tettekben sajnos ugyanott van, mint a szövetségük vezetője. No, kérem szépen, de ilyen körülmények között ezeknek az embereknek nem csak a szelleme, de a tudása is megkérdőjelezhető. Engedjék meg, hogy idézek ettől a bankvezetőtől, mármint a szövetség vezetőtől, aki ezt mondta. Én ezek 2010-ben, nem, 2005-ben mondta, bocsánat. Én személy szerint még gondolkodni sem kívánok egy kitolt időpontról,
mármint az euróhoz való csatlakozásunkat illetően. A csatlakozási feltételrendszer egyébként is kötelező feladat hazánk számára. Jobb mielőbb túl lenni ezen a nehéz vizsgán. Tetszenek látni? Idegen diktátum képviselője. És ez az ember határozza meg azt, hogy hogyan számolunk mi el a kormány és a bankrendszer között az önök sorsáról, a devizában számolt kölcsönöknek, ahogy teszi, forintosítása, árfolyama kérdésében. És még nem folytatom, nyilvánvaló számtalan más kérdésben. No, kérem szépen, tehát azt kell mondjam, hogy ebben a világban hiába a Domonkos nővér szép erkölcsi megközelítése, az sajnos kevés. Kevés, ennél sokkal konkrétebbnek kell lennünk, de miután plébános úr itt van körünkben, engedjék meg, hogy egy kicsit másképp is közelítsek. Arról van szó, hogy a központosítás, mint a nemzet fejlődésének ugye egy erős korlátja, illetőleg hát majd látjuk, hogy nem túl szerencsés útja, az nem csak, hogy közgazdaságilag torz, hanem a mi hitünk szerint is az. Hiszen a keresztény társadalmi tanításnak az 1931-ben kiadott pápai enciklikájában, a Gradagesino Annóban a következőket olvassuk. Amit az egyes egyének saját erejükből és képességeik révén meg tudnak valósítani, azt hatáskörükből kivonni és a közösségre bízni tilos. Éppen így mindazt, amit egy kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes végrehajtani és ellátni, azt egy nagyobb és magasabb szinten szerveződött társulásra áthárítani jogszerűtlenség. És egyúttal, tessenek figyelni, súlyos bűn a társadalom helyes rendjének a felforgatására. Mivel minden társadalmi tevékenység lényegénél és a benne rejlő erejénél fogva segíteni, szubszidiálni köteles, a társadalmi egész egyes részeit ellenben soha nem szabad bomlasztania vagy bekebelezni azokat. Tessenek az oktatásra gondolni, tessenek az egészségügyre gondolni. Vajon mennyire szubszidiáris az a rendszer, amivel ma bajlódunk azokkal a körülményekkel, amiket tetszenek hallani? Kérem szépen, ez ugyan 31-ben a 29-es válságra válaszul született ez az enciklika, de a Szent II. János pápa a Centesimus Annus enciklikájában 1991-ben, tehát tulajdonképpen az első igazán nagy társadalmi körlevél a Quadragesimo Annónak a 100. évfordulóján a következőket írta, illetőleg hát ugye adta ki a Vatikán. Egy magasabb szintű közösségnek nem szabad beavatkozni egy alacsonyabb szintű közösség belső életébe, és nem szabad megfosztani a illetékességétől, épp ellenkezőleg szükségletében támogatni és segítenie kell, hogy annak tevékenységét összehangolja a társadalmat alkotó más tényezőkkel, tudnélik a közjó érdekében. Kérem szépen, van a neten, hogyha után tetszenek nézni, egy igen nagy terjedelmű társadalmi dolgozat. Ez a kompendium, amit 2004-ben szintén Szent II. János Pál vezetésével adtak ki, és ez ezt a kérdést is alaposan elemzi. Nagyon határozott és egyértelmű véleménnyel. A központosítás nem keresztény gyakorlat. Nekünk meg kell adni az embereknek az értelmes cselekvés lehetőségét, és aki ettől megfosztja őket, az nem lehet igazán keresztény tanítás követője. Tessenek nézni, mit mond ez a kompendium. A katolikus társadalmi tanítás valóságos és sajátos alapköveit az egyház társadalom tanának elvei alkotják. Ezek az elvek az emberi személy méltóságának az előzőekben tárgyalt elve, amely megalapozza a társadalmi tanítást összes többi elvét és tartalmát, a közjó, a szubszidiaritás és a szolidaritás elvét. A szubszidiaritás elve védelmezi a személyeket a felső társadalmi tekintélyek visszaélésétől,
Míg ezeknek arra ösztönzi, hogy segítsék az egyéneket és a közös csoportokat saját feladataik teljesítésében. Ellentétesek a szubszidiaritás elvével a központosítások, a bürokrácia, az atyáskodó beavatkozás formái, az állami apparátus igazságtalan, indoklatlan és túlzott jelenléte. Már megint az oktatásra gondolok, és az egészségügyre, de majd hallják a bankrendszerre is értelemszerűen. Tehát valójában nekünk, a most a Keresztény Értelmiségek Szövetsége szempontjából mondom, amikor megfogalmazzuk a jelenünket, akkor valamit nem tehetünk. Nem mondhatjuk azt, hogy az a politika, amit ma folytatunk, az helyes. Márpedig ez a kész dolgozat, az idők jelei pontosan ezt mondja. Nem tudom miért, de kifejezetten azt írja le, hogy ők, már mint akik a dolgozatot készítették, úgy vélik, hogy jó irányban haladunk. Valóban jó irányba haladunk, amikor az önkormányzatoknak megszüntetjük a saját mozgásterét, amikor a jövedelmeket elvonjuk tőlük, és visszaosztásokkal élünk, amikor az oktatásban a kliknél az önkormányzatokkal befizettetünk oda pénzt, majd ott 10 milliárdos megrendeléseket lehet valakiknek menedzselni, nyilvánvaló nagy élvezettel. Tehát ilyen és hasonló folyamatok mellett nekünk gyakorlatilag nem egyszerűen a véleményünket kell kifejeznünk, hanem fel kell ismernünk, hogy a KDNP az egy koalíciós párt. Az a kormányon van. Vajon mi a dolga a KDNP-nek? Csak nem meghallgatni a késznek a véleményét. Ja, nem azt, hogy jó úton haladunk, hanem azt, hogy jó úton haladunk-e? És válaszoljuk meg az előadást. Adott esetben tegyük önnek részévé. Na, kérem szépen. De azt kell mondjam, hogy az a fajta központosítás az számunkra enyhén szólva problémás. És mit mond erről a idők jelei? Azt mondja, elismerve a Klebelsberg intézményfertok központ létjogosultságát, sikereit, melyre az ország minden települése biztosította a pedagógusok illetményének kifizetését, be kell valljuk, az intézmények mindennapi működésben több helyen zavarok is támadtak. Hogy is van ez? Tehát a klik az helyesen működik, úgy látjuk mi itt a kézben. És akkor azokat, amiket látunk, hallunk, akkor az hogy vélekedjük? Engedjék meg, hogy lerövidítsem a véleményemet, bár erről most egy-két adatot idehoztam, majd mindjárt kivetítem, de nem tudom, látják-e, hogy ez a nyakkendben a kockásra sikeredett. Szóval igen, ki kell fejeznünk a véleményünket. Mégpedig szakszerűen, tárgyilagosan, adatszerűen. Engedjék meg, hogy akkor egy néhány adatot itt a sok papír alól előhalásszak, és mindjárt akkor kivetítsek. Ha megtetszik nézni ezt az ábrát, nem nagyon kell a részleteket figyelni, elég csak azt a nagyon kék görbét. Mit jelent ez? Azt jelenti, majd az oszlopokat, hogy 90-től napjainkig hogyan nőtt a ráfordítás az oktatásra. Igen, ám, de ez inflációval együtt értendő. Tehát ha az inflációt kiszűrjük belőle, akkor a piros vonal válaszol a mértékre. És mit látunk? Az utóbbi években abszolút értékben is csökken, amit az oktatásra fordítunk, relatíve pedig persze még több, hiszen gyakorlatilag látjuk a piros vonalnak a hosszú tendenciáját. Ott az ezred forduló táján volt egy kis ilyen stagnálás, de valójában a rendszerváltás óta folyamatosan csökkentjük az oktatásra fordított költségeket. Na most lehet ez racionális, ha korábban pazaroltunk, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy igen, a múltban akkora pazarlás volt, hogy ilyen mértékű csökkenés elviselhető. Kérem, itt mutatok nagy számokat, és azt tetszenek látni,
hogy a ráfordítás majdnem 20%-kal csökkent, hogyha a 2008-hoz képest, ha valorizáljuk, tehát az inflációs hatást kiszűrjük belőle. Tehát a számok azok olyanok, hogy úgy tudnak minket egy kicsit terelni, és a újságírók ugye képesek egy kicsit, hogy mondjam, hangulatot kelteni, de hogyha próbálunk a pontosabbság felé haladni, akkor látható, hogy igen jelentős 2008-hoz képest, és 2008-hoz képest, ugye nem korábbról, a ráfordítás csökkenés. Ha megnézzük, hogy egy-egy diákra, tanulóra, óvodás, általános, közép, felsőfokú tanulóra mekkora volt a csökkenés 2009-hez képest, mert így volt adat, akkor azt látjuk, hogy az óvodában még csak közel 5%, aztán már 14, 15, 36, 22%-os egyfőre eső csökkenésről van szó. Na most, mit jelent ez? Kevesebb a gyerek, kevesebbet költünk. De egy gyerekre is kevesebbet költünk, tehát nyilvánvalóan nem lehet hivatkozni, 8%-kal csökkent a gyerek létszám, 8%-kal csökkent a tanár létszám. De attól még egy gyerekre vezetve nem lehetne ennyire mérsékelni. Tehát nyilvánvaló, hogy itt valami nem stimmel. És akkor nézzük a tanárok bérét. Azt látjuk, ugye, mert most erről szó esik. Látjuk, hogy 2008-hoz képest az a 2,5% praktikus a stagnálás. Hát nézzék meg, 8 év alatt 2,5% az nulla, ugye, növekedésben. De ez az infláció szűrte. A másik esetben szinte stagnálás, valamelyes csökkenés mutatkozik bruttóban, nettóban, ugye, egy kicsi többlet van. Igen ám, de eközben a tanárok terhelése vagy 40%-kal nőtt. Mert ingyen kell helyettesíteni a többieket, több órát kell bentartani. Korábban 20 óra volt a kötelezettség, ma 22-25 óra a kötelezettségük, ugyanaz az időtartamra vetítve. Tehát gyakorlatilag terheljük jobban őket, ugyanakkor viszont a bért nem adjuk oda. Tehát ez az a viselkedés, amit ha úgy kell, hogy nem lehet a késznek elfogadnia a saját dolgozata szerint, ahogy teszik, jó irányként minősítve. Na kérem szépen, ez a fajta, hogy tetszik, mondjuk így kép, nyilvánvaló, hogy ugyanígy kirajzolható lenne az egészségügyben, nem teszem. Talán tetszenek tudni, ma van az egészségügyi szakdolgozók világnapja. Azok, akik ugye mennyire nem kapnak megfelelő bért Magyarországon, még az orvosokhoz képest sem. Nyilvánvaló, ők majd elmondják a saját szempontjukból, én csak utalni szeretnék rájuk, hogy ez is a központosítás eredménye. Hát most gondolják meg, van az országban X számú kórház. Ezek a kórházak adott esetben saját maguk szerzik be a anyagokat, eszközöket, és ahogy tetszik, mindent, ami az üzemükhöz kell, akkor lehet, hogy bizonyos értelemben nem olyan nagy vonalomba szerzik be, hanem kevesebbet, talán picit drágább, de valójában, ha nyilvános az ő működésük, egymásét látják, kell, hogy racionalitás irányában vigyen. Ez a szubszidiaritás. Az, hogy egyszerűen az információt mindenkinek számára világossá teszem, döntését meghagyom neki, és a döntés tisztességét azon keresztül mérem, hogy az általános rendszer hogy működik. De ha ezt monopolizálom, akkor mi történik? Az egyetlen beszerző jár jól valamilyen nem teljesen világos módon, és az egész ország belepusztul. Nézzük meg, milyen a statisztikánk, éppen most hozták nyilvánosságra. Kórházi fertőzésben többen halnak meg, mint közlekedési balesetben. Az én feleségem is ebben nyomorodott bele. A kórházi fertőzés gyakorlatilag egy életveszély ma Magyarországon. És miért? Az elhanyagoltság miatt. És miért hanyagoljuk el? Mert elvonjuk a pénzt. Miért vonjuk el a pénzt? Na majd mindjárt beszélek róla, hogy miért vonjuk el a pénzt. Tehát valójában nem csak az egészségügyre lehet ugyanezt mondani, hanem az önkormányzati tevékenységre általában. Nem tudom, valaki olvasta a múlt hét végén, a lehető szombati számban egy tartalmas riport jelent meg a TEOSZ, ugye a Települések Önkormányzat Országos Szövetségének, a Schmidt Jenőnek a riportja, meg
a Gödöllői polgármesternek a riportja. Ugye ő a polgármesterek szövetsége, a másik a település, a kisebbeknek a szövetsége. És elmondták, hogy micsoda hallatlan mértékben vonják ki tőlük a forrást, miközben a feladatokkal ugye ott maradnak, hogy majd szedjék be a különböző adók formájában azt, amivel el tudják látni. Most nem akarom részletezni, mert ugye nem ez az én feladatom, de vannak, akiknek az a feladatuk, és a készen belül is vannak ilyenek, tehát igenis tessenek feldolgozni, és pontosan bemutatni, hogy mi történik. Ne általánosságokba, ne az erkölcs, hogy tetszik, igen magaslatáról lefelé beszéljünk erről, hanem ott, ahol az események tényleg történnek, és adat és tényszerűen, és emberközeli módon. Tehát miért is van ez? Azért, mert a pénz nekünk másra kell. Mire kell a pénz? Az a bankszövetségi vezető megmondta, a nem tisztességes profitra. Hiszen az önkormányzatok is devizában vették föl a hitelt. Miért? Mert csak azt adtak nekik, és nyakra főle 1000 milliárd forint fölött, és kifizette ki az államháztartás. Úgy, ahogy van, a devizában megnövelt mértékben, átláthatatlanul, hatásvizsgálat nélkül, csak úgy átnyomták a bankrendszerben pénzünket, és ebben megdobták az államadósságot. Most tessenek belegondolni, van egy ország, amelyiknek a költségvetése felülről határos, különböző alaptörvényibe iktatott feltételekkel is behatárolva, nem lehet többet adni oktatásra, egészségügyre, a költségvetésnek van egy merev határa. És akkor a bankrendszernek tetszés szerint adunk államadósság növelés címén pénzt. Nyilvánvaló, hogy ez nem csak hogy erkölcsileg, és ez most már vessük össze ugye a enciklikáknak a bűn fogalmával. Nos, kérem szépen, ez a fajta magatartás, ez a magyar bankrendszer tekintve is egy érdekes eseménysort idézett elő. 2008. októberében és novemberében Magyarország magára vette, hogy fölvesz az Uniótól és a valutalaptól mintegy 20 milliárd eurónak megfelelő kölcsönt, és ezt a kölcsönt mire fordítja? Azt mondtuk, hogy az állam föl kell vennünk, mert nem jegyzik a magyar államkötvényeket. Tetszene tudni, ez most a kamera veszi, ezért mondom. Ez úgy történt, az államadósság kezelő központ meghirdett aukciókat, hogy eladja a magyar államkötvényeket. És akkor azok a regisztráltak, és nem már akárki, a regisztrált bankok jönnek és lejegyzik. A magyar államkincstár a magyar államadósság kezelő központ visszavonta az aukciót, és a sajtóban azt jelenti, hogy nem veszik a magyar államkötvényt. Hát persze, hogy nem veszik, ha nem kínálják. És ezért kell nekünk a kölcsönt fölvenni. És fölvettük a 20 milliárdot. Mert a valuta alap be akart jönni Európába, mert az utóbbi időben Európai Unióban sosem járt még hitelezőként a valuta alap. Rajtunk keresztül kipróbálták. És az Európai Bizottságtól vettünk hozzá, hogy a ketten együtt terelgessenek bennünket. Most én nem fogom ezt pontosan levezetni, mert rendkívül sok adatom van, és tény áll rendelkezésemre, de nyilván nem ebben akarom neked most, hogy mondjam, bosszantani. Valamit azonban megmutatok. Nevezetesen, amikor arról van szó, hogy nekünk fizetni kell, akkor fizetni kell, tetszenek tudni. Mit szoktak nekünk a bankok mondani ilyenkor? Most megmutatom önöknek, amikor a banknak fizetni kell, akkor hogy fizet? Ugyanis, amikor kölcsönt kaptak a magyar államtól, akkor megígérték, hogy visszaadják. Most tessék nézni ezt a következő képet. Itt föl vannak sorolva bizonyos határozatok, amik mind-mind egyenként megtalálhatók az Európai Unió versenybiztosának a honlapján. Nálunk nehezen hozzáférhető, ott megvan. Na most ebből az következik, hogy amikor adtuk a kölcsönt, adtunk egy határidőt, mikor fizették vissza. Nem fizették vissza. Meghosszabbítottuk. Megint ígértek egy dátumot. Akár 11-szer ígértek egy dátumot. És magyar kormány minden további nélkül mindig elfogadta, jó, hát akkor nem fizet, hát Istenem, van ez így. És mi mindig hosszabbítottuk a dátumokat. Tessen nézni a következőt. Még ez is hozzátartozik, és a következő is. Itt vannak ezek a határozatok.
Csak hogy ez nem kerül a sajton keresztül elénk. Nem ránk tartozik. Ja, hogy a mi adósságunk nő, az egy második kérdés. De nem kell velünk megbeszélni. Hát szubszidiaritás ez? Hogy minket terhelnek ilyesmivel, és nem beszélik meg? No, kérem szépen, tehát kész feladat. Ja, bizonyos kérdéseket feltenni. Például ezen a területen. De én szeretnék egy kicsit kilépni határunkon kívülre. Ugyanis ugye az Uniónak szintén vannak nagyon szép megfogalmazásai az alapító szerződésben, így ugye amúgy nem fogom felolvasni, el sem mondom. Egy a lényeg, hogy emberközpontú, emberek döntenek, jólétük, ami szépen hangzik, az mind ott van. És mi a valóság? Pont az ellenkezője. A központosítás. Ugyanis az történt, hogy 2008. szeptember 15-én, amikor Amerikában, 13-án pontosabban, egy bizonyos Lehman Brothers kért a pénzügyminisztertől 20 milliárd dollárt azért, mert bajban vannak, de hát 20 milliárd dollárral kellene egy számlát kifizetniük, és akkor rendben lennének. Azt mondta Paulson pénzügyminiszter nekik, hogy nem adok, mert közpénzt nem adunk banknak. És akkor 15-én csődbe ment a Lehman Brothers. Az egy vasárnap volt. És a következő pénteken, ugyanez a Paulson, azoknak, akik megmaradtak és összevonták a nagy gigaméretű bankokat, adott közpénzben 700 milliárd dollárt. Világos? Kellett nekünk egy kis válság. Hát megcsináltuk. A 20-szal megcsináltuk. És a 700 milliárdot ők megkapták. És elindult egy folyamat. Ezt a folyamatot nyilvánvalóan most nincs idő megbeszélni. Korábban többször írtam, meg beszéltem erről, vannak adatok is bőven, de most hadd ugorjam át. Egy érdekességet azért megemlítek. Egy bizonyos Sanders nevezettű vermonti szenátor, akit mostában tetszenek látni a képernyőn, ő elérte azt, hogy az 1913-ban alapított Fed, ami ugye akkor már 100 éve, nem közel 100 éves volt, ugye 2008-ban, sosem számolt még el a pénzügyeivel. És a szenátor elérte, hogy elszámoljon. És akkor azt mondja, kivételesen egyszer, de soha többet megmutatja, hogy mit csinál. Kérem szépen, nem 700 milliárdot, 14.400 milliárd dollárt kapott a Fed az amerikai államadósság terhére. Többet, mint amennyi adósság akkor az egész államnak volt. Képzeljék el, hogy Amerikának az összes közútja, víz, csatorna vezetéke, repülőtere, tehát az összes infrastruktúra, de az egész Egyesült Államokban, minden az 50-valahány államban 9.800 milliárd dollárnak felel meg. És 14.400 milliárd dollárt kaptak a bankok. Világos? Újra lehetett volna az egész Egyesült Államot építeni ebből a pénzből. Miért? Na nem azért, mert nekik szükségük volt rá. Nem azért. Azért, mert így legalább az állam olyan adósságot vett a nyakába, ami garantáltan soha nem kecmerek ki. És ugyanezt követte el az Európai Unió is. 2008. október, azt hiszem 15-én, de most tévednék egy-két napot, elnézést, összeültek az állam és kormányfők itt Európában, és azt mondták, a bankokat meg kell menteni. Mitől is? Attól, hogy ők azt mondták, hogy egymásnak nem hitelezünk. Hát persze, hát a bankok között áramlik a spekulatív pénz elképesztő mennyiségben, de most azt mondták, hogy jó, hát akkor most te csúnya vagy, ő meg azt mondta, én vagyok csúnya, jó, akkor egymásnak nem fizetünk, és mind a ketten megyünk a kormányhoz, hogy fizess ki engem. Ez történt. És így gyakorlatilag az állam és kormányfők egy csendes találkozón elhatározták, megmentjük őket. És a versenybiztost följogosították arra, hogy az ilyentén való állami támogatásokat automatikusan hagyja jóvá. Nelly Kroes volt akkor a versenybiztos, aztán utána az Almunia. Nos kérem szépen, szakmányban gyártották ezeket az engedélyeket, és egész Európa elképesztő adósságot kapott a nyakába úgy, hogy önökkel ez soha senki nem beszélte meg. Ma sem tudják.
önöknek fogalmuk nincs, hogy mi történt önökkel. Én mutatok egy-két számot, és akkor ebből egy pici képet tudok adni, de akit érdekel, tessék fölkapaszkodni a State Aid típusú honlapra az Európai Unió versenybiztosánál, és ott minden statisztikai adat rendelkezésre áll. Nos tehát, kérem szépen, itt van egy táblázat, amit messziről nem tetszenek látni, de fejből mondok egy-két adatot, hogy ne kelljen nagyon odafigyelni, vagy így puskázok. Kérem szépen, Dánia az egyévi ösztermékének több mint 2,5-szeresét adta oda bankoknak támogatás címén. Na már most. Ha Dánia mondjuk egy számot, 40%-osan eladósodott, akkor ma 300%-osan eladósodott. És számon kéri ezt valaki rajta? Nem, mert azt a pénzt, amit kötelezettségként a kormányok magukra vállaltak a bankok javára, azt nem kell összevonni az államháztartás más úton korábban szerzett adósságaival. Ez a statisztika rejtve marad az emberek elől. Nos, Írország ugyanilyen címén 365%-át vette magára a bankok megmentése javára. Ez annyit jelent, hogy aláírta, jó, te nem fizetsz, majd én fizetek helyetted. Garanciát adott a banknak az úgynevezett rossz adósság, tőkét emelt, és mindenféle technikákat alkalmaztak, hogy a bankok mérlegei szépek legyenek, és az államháztartás mérlege hiába csúnya, azt nem beszéljük meg, akkor nem is baj, hogy csúnya, ugye? Na most, ilyen alapon, kérem szépen, végig mehetünk, ott sor számot lehet látni, de mondom a végeredményt. Európa 5086 milliárd eurót, 14.400 volt ugye a dollárban Amerikában. Európában 5086 milliárd eurót adottak a kormányok a bankoknak, és mert ezek a bankok nemzetköziek, multinacionálisak, nyilvánvaló, ezek nem maradnak határon belül, hanem ugye ez olyan, mint amikor most a migráns kvótákat eldöntjük. Megnézzük a számokat, 330, 350, 300, leosztották egyes országokra, és így ilyen kvóta szerint vállaltak magukra terhet az államok. Magyarország a GDP-nek a 10%-át, tehát relatíve nem sokat, ez volt az a bizonyos adósság, ami aztán az a sok halogatás után azért többé-kevésbé kifizettek már, de még egy kicsi maradt. Na most, kérem szépen, ez azt jelenti, hogy az 508 millió ember Európában, akkor 27-ben voltunk még csak, ez az 508 millió ember egyenként 3 millió forint adósságot kapott. Minden egyes uniós polgár kapott 3 millió forint adósságot, amit soha nem fog kifizetni. Miből? Ugye? De nem is kell, hogy kifizesse. Az a lényeg, hogy számon tartjuk, fölírtuk a kéménybe. És bármikor valakin számon lehet kérni. Hol kérték számon? Görögöknél. Hogyan? Azt mondták a bankok. Te görög állam, tartozol nekem. Erre a görög az, tehát hogy fizessek? Hát persze. Hát miből? Erre mit találtak ki? Azt mondták, jó, akkor létrehozunk egy közösséget az európai euróövezeti országokból, oda minden ország betesz egy kis manit, és ez az alap átveszi a bankoktól az adósságot, ezentúl a görögök ennek az alapnak tartoznak. Közadósságá tették a magánadósságot. Világos? És ezt, amit önök, hogy teszik, ilyen mindenféle cirkusszal hallják minden, ahogy mondjam, amikor éppen a média erre ráfigyel, fogalmuk sincs, hogy valójában mi történik. Mert nem az a lényeg, hogy megértsük. De egy a lényeg, a görögök most a többi országnak tartoznak, és így aztán most egymásra veszekednek a bankon, mert azt mondja, köszönjük szépen, hogy mi a dohányt megkaptuk. No, ebben a helyzetben azonban egy kicsit előrébb is érte oldalra is kell tekintenünk, mégpedig arra, tessenek megnézni ezek, most nem kell, hogy mondjam, bagarászni a számokat, csak jelzem. Kérem szépen, itt olyan táblát tetszenek látni, hogy az államok az Uniótól mennyit kaptak arra, hogy a társadalmi kérdéseket különböző pénzekkel oldják meg. Társadalmi gazdasági problémáikat, mondjuk halászat kapjon támogatást, vagy erre, arra, mezőgazdaság, stb. És ott van mellette, hogy mennyi banktámogatást adtak. Kérem szépen, tessenek megnézni a számokat. Százszoros. 50 és százszoros.
amit a társadalom kapott a brüsszeli kasszából, annak az 50-100-szorosát adták oda ugyanazok a kormányok a bankoknak. Vajon miért? Kellett nekik? Hát könyörgöm, hát a bankrendszer maga a pénzteremtő. Hát egymásnak hitelezve hozzák létre a pénzt, tetszés szerint. Így állították elő azokat a könyvelési adatokat, amit a kormányok betápláltak. Hát ez a monetáris rendszer, amelyik gyakorlatilag pénzt teremt a mindennapi reálgazdasági tevékenység nélkül, ez volt az a buborék. No, ez a buborék mit csinált? A levegőből buborékként előállított pénzt valódi pénzé konvertálta, úgy, mint államadóság. Világos? Egyrészt használható az a pénz, másrészt örökre alá vagyunk vetve. Ez az a centralizmus, amit egy szubszidiaritás iránt elkötelezett erkölcs és hit nem fogadhat el. És nem fogadhatja el a folyamatos megtévesztését, a mellébeszélést, a tények eltagadását. Kész, kész feladat. Ugyanezek a számok itt. Látszik a diagramokból, tessék nézni, a piros a bankmentés, kék, ahogy mennyi volt az országok adóssága, csak olyan érzékeltetésről nem kell tulajdonképpen tanulmányozni. Ezen az ábrán, nem tudom, hogy messziről nem tetszenek látni, tehát valószínűleg nem fogom ezt így végigléptetni, azt akarom bemutatni, hogy az árnyékbankból a kötelezettség bemegy a bankba, a bankból átmegy az államhoz, és ezek a szintetikus pénzek gyakorlatilag a kereskedelmi bankon keresztül, mint veszteségek, már annak minősítik, átmennek a kormányokhoz, a kormányok pedig ugye a kötelezettségvállalással tőkét juttatnak a bankoknak, és ezek a tőkék, mint veszteségtérítés, oda kerülnek a bankrendszerbe. Ugyanakkor viszont az európai polgár most már a kormányaitól megkapja adósságban ezt a terhet, és egyszerűen adóformájában egy csekély hányadát pótolja, de nyilvánvaló soha ki nem tudja fizetni. Tehát az eladósodás az örök, és hozzátartozik egy folyamatos megszigorítás. Ha úgy tetszik, nézzék meg, egész Európa folytott állapotban van. Nem működik. Áll. Akár csak Magyarország. Tehát ez az a folyamat, amit az elmúlt években ugye végigéltünk, itt lényegében a zsetonból valódi pénzt csináltak a terhünkre. Kik ők? Nyilván nem kell tanulmányozni. Ez egy hálózat. Itt össze vannak kapcsolva. Nem tudjuk, hogy egyik vagy másik vagy a harmadik is, hiszen pár sűrűsödési pont körül gyűlnek. Ez például egy valódi ábra, valódi kapcsolatokat jelent. No kérem szépen, vagy itt vannak a bankok egymás között különböző szintű ugye, összefonódásokkal. Hát ez a rendszer volt az, amíg rajta kívüli teherré tette az egymás közötti ilyen szintetikus pénzeket. És most veszek egy nagy levegőt. Nagy levegőt azért, mert meg kell értenünk, hogy miért van ez, és ha most azt tetszelek mondani, hogy majd elhívják Drábik János, és majd elmondja, akkor én azt szeretném mondani, nem azért. Nem azért. Azért nem, mert hiába vannak olyan emberek, akik esetleg önös érdekből hatalmat generálnak, és azt terhünkre is akár érvényesítik, ha mi nem akarjuk. De mi úgy tűnik, hogy akarjuk, hiszen mindent ilyesmit elfogadunk. És hogy miért történik ez, azt szeretném elmondani, és most azért veszek egy nagy levegőt, mert valami olyasmit szeretnék mondani, ami ebben a körben nem hangzott el, sőt más körben sem nagyon, de kicsit zavarban is vagyok, mert igazán nem nekem kéne ezt elmondani, hanem Sárdi Gábornak. Ő aztán igazán ért hozzá. Én tulajdonképpen csak egy kicsit, hogy mondjam, hogy kívülről próbálom értelmezni. Ő viszont mélyen benne van ennek a témának a doktorandusza.
Arról van szó, hogy az a társadalom, amiben élünk, tetszenek látni, ezt a három nagy részegységet értelmezhetjük, ami a természet úgy, mint a szó értelme mondja, a társadalom, amelyikben ugye mindannyi élete és körülményei vannak benne, és amit gazdaság, amit számlázunk, tehát ami valahol mondom, úgy tetszik, nyilvántartással kezel. Tehát nem a szociális gondozás, hanem a társadalom, hanem mondjuk a vállalati tevékenység leszámlázva. Most ehhez az állapothoz jön még valami, mégpedig az a pénz, amiről az előbb szó volt, ez a hatalmas kör, bele se írtuk, azt mondta, leírtuk? Igen, beleírtuk. Ez a pénzbuborék. Csak egy csekély részében van jelen a gazdaságban, a többi az mind a fölött és azon kívül, és mi, ha úgy tetszik, nem is tudjuk kezelni, de azt már tudjuk, hogy van, és a bizonyos értelemben a technikáját is, hogy hogyan jön létre. Na, azért engedjék meg, ellapok között egy percet, elmondom, hogy jön létre. Hogy lehet buborékpénzt csinálni? Kérem szépen. Nem vagyok messze tőle, tehát nehogy félrejtsék, én nem olvastam. Kicsit közelebb mondom. Csinálunk számítógépen algoritmust, amelyet megbízunk azzal, hogy kereskedjen. És mi oda se figyelünk, ez automatikusan kereskedik. A másik is megbízi ilyen algoritmus, meg a harmadik, az ötödik. És csak kialakul a világon ilyen robotok, akik kereskednek. A gazdák pedig valahol a tengerparton sütetik a hasukat. Na most, egy kicsit túloztam persze. Igen ám, csak hogy a robotok nem úgy kereskednek, mint mi, hogy döntenek, meg egyébben. Persze, hogy döntenek, mesterséges intelligenciával vannak ellátva. Csak hogy egy ezred másodperc alatt létrehoznak egy üzletet, le is könyvelik, el is bonyolítják, mindent lerendeznek. Ezred másodpercen belül. És nem egyet, ennyi idő alatt akár 10-15 ügyletet is le tudnak bonyolítani. Most képzeljék el, hogy nagyon pici különbségért is üzletelnek egymással. Na de hát, ilyen frekvenciával? 100 meg milliárd eurós tételekben, ahol a 100 millió euró önök, higgyék el, apró pénz. 500 millió alatt bizonyos bankok szóba se állnak az ügyletek tekintetében. Tehát ilyen körülmények között ezek a robotok gyártják a buborékba a pénzt. De ez volt az, amit ugye átvette a kormányok reálgazdasági teherként. Tehát nem ez kellene, nyilvánvalóan az kellene, hogy ezek a rendszerek, amelyek eddig csak részben fették egymást, ugye már a gazdaság kilóg, a természetet tönkreteszi, csak egy kicsit fedi le, stb. Hát ez nem kell magyarázni, teljesen világos. Nos, le kéne, hogy fedjék egymást értelemszerűen. És a pénzrendszernek ide kéne bekerülnie, mégpedig egy viszonylag szerény mértékben és arányban, hiszen ennek igazán csak szolga funkciója van. Most tessenek elképzelni, én egy olyan konferencián vettem részt pénteken, amelyek azt mondta, de hát a mostani pénz is csak szolga. Domonkos nővér a rendházból szolgának látja a pénzt. Megértem. De mi rendházon kívül élünk. És mi egy kicsit másképp látjuk. Beszéljük meg. Az idők jelei dolgozatnak gazdasági fejezetét ő írta. Üljünk le, beszéljük meg. Hát hiszen a kész vállalhatja ezt. No, kérem szépen, hogyan és mit tehetünk annak érdekében, hogy ez ne történjen meg? Na, ahhoz, hogy ezt el tudjam mondani, valamit kell, hogy kicsit átnyergeljek egy más területre. Van egy háromkötetes könyv, ez a Samuelson Nordhaus, amit minden közgazdász hallgató bibliaként kell, hogy kezelje, mert abból tanítják őket. Ez a Samuelson halála előtt azt mondta, kérem szépen, a közgazdaság az nem tudomány. Ő, aki a legismertebb tankönyvnek a szerzője és szerkesztője. Nem tudomány. És igazat mondott. Még időben. Miért? Azért, mert olyan feltételezésekkel él ez a, tegyük most egy kicsit pici idézőben, a tudomány, ami nem valós. Ő azt gondolja, hogy a kapcsolatok azok lineárisak,
És a többi tényező most félretétével, ez így van, így hat, és akkor biztos, hogy ez következik belőle. A matematikusok ezt lineáris regressziónak hívják, ki tudnak számítani bizonyos kapcsolatokból adódó hatásokat. Csak hogy azok a hatások nem úgy működnek. A gazdaság nem egy egyensúlyra törekvő valami, amit majd a piaci szereplők, ha elég sokan vannak, akkor majd egyensúlyba hoznak, és beállítja az árat, meg a minőséget, meg egyébeket, mert azok a piaci szereplők nem függetlenek egymástól. Amikor én valamit teszek, kiváltok egy hatást, és ez a hatás visszahat rám, vannak visszacsatolások. És hogyha elég sok ilyen visszacsatolás van, akkor van egy kaotikus rendszerem, és ezt a komplex, kaotikus rendszert kell tudnom megragadni ahhoz, hogy gazdaságról merjek beszélni. De nem ezt teszik a közgazdászok. Tehát át kell állítani az agyunkat, elfelejteni azt, amit még a newtoni időből, a mechanika kifejlődésével, ilyen mechanikus társadalom-gazdasági gondolkodásban magunkévá tettünk. Nekem van egy szerencsém, hogy csak zárójel, sose végeztem a közgazdasági egyetemet, úgyhogy bátran beszélek. Jó, zárja bezárva. Tehát ilyen körülmények között gyakorlatilag ezek a mechanikus kapcsolatok, ha nem léteznek, akkor nézzük meg, milyen kapcsolatok vannak, és tudjuk-e kezelni. Most az a szerencsénk, hogy a számítástechnikával, illetve a matematika fejlődésével ma már képesek vagyunk a komplex rendszereket bizonyos értelemben leírni, és ha úgy tetszik, megfelelő minőségben, matematikai értelemben is kezelni. Most ebben az esetben nézzük meg ezzel a szemlélettel, hogy milyen viszonyokkal találkozunk a mindennapjainkban. Hát ugye azt találjuk, hogy oktatás központosítva. Látjuk, hogy klik nem működik. Azt látjuk, hogy a kis helyi éttermek, vendéglők vagy szállodák, stb. Szolgáltatások működnek. Miért van az, hogy az egyik nem működik, másik pedig működik? Nos, a komplex rendszerek értelmezése megadja a választ. Rövidítek, mert nyilván nincs idő most, hogy ezt részletesebben elmondjam. A lényeg a következő. Ha én egy valamilyen rendszert monopolizálok és nagyra növesztek, és abban valami probléma van, akkor az tönkre megy, és az egész, ahol ennek valami kihatása volt, ugye negatívan éli meg, maga a rendszert megy tönkre. Ellenben helyében, ha kis rendszerek vannak elég számosan, egyik tönkre megy, a másik át tudja venni a helyét, ez továbbra is működik, még akkor is, ha probléma van. Tehát vannak rendszerek, amelyek hibatűrőek, képesek korrigálni magukat, ha valami nem úgy van, vagy a változás következik be a környezetükben. És vannak rendszerek, amik erre nem képesek. Dobjunk le egy üveget, nem képes túlélni. Dobjunk le egy műanyagpalackot, rugalmas, megváltozik, visszaállítja az alakját, ugyanúgy funkcionál tovább. Kérem szépen, a gazdaságban is így van. Vannak rugalmas, hibatűrő, alakuló, túlélő rendszerek, és vannak tönkremenő rendszerek. Tönkremenő az, ami elég nagyra nő, merevé válik, és nincs más hatás, amelyik átvenni az ő szerepét. Tehát, ha most elképzeljük ezt, és itt ez a vonal, amit ide húztunk, ennek az egyik végén van a rugalmasság, amelyik ilyen hibatűrőnek nevezhető, a másik végén pedig van egy másik állapot, nevezetesen az, amit a kormányunk és mindenki ilyenkor hajszol. Miért? Növeljük, mert hatékonyabb. Persze. Ha autót gyártunk kézzel vagy robottal, a robottal hatékonyabbak vagyunk. De akkor több autót is kell gyártanunk értelemszerűen. Igen, a hatékonyságot lehet növelni, lehet fokozni a növekedéssel, nem minden esetben, de sok esetben, de egyúttal a életveszély felé sodródik a rendszer, mert ugyanakkor könnyen tönkre is megy. Tehát ebben az értelemben nem mindegy, hogy mennyire hatékony és mennyire rugalmas, hibatűrő a rendszerünk. A kettő között kell valahol megtalálnunk a megfelelő helyet, és ezt a megfelelő helyet nevezzük fenntarthatóságnak. Igen, mert hogyha túlságosan rugalmas, nem tud kifejlődni.
nem lesz, ugye, a kis palántákból, ha sokan is vannak, nem lesz nagy fa, hogyha a körülmények nem engedik meg. De ha csak nagy fa van, és a kis palánták nem kapnak napot, akkor nem tudnak kifejlődni. Tehát ilyen értelemben a fenntarthatóság az bizonyos értelemben egy közbelső állapot. És hogyha most a 0 és 100% között nézzük, tehát az biztosan fennmarad, vagy egyáltalán biztosan nem marad fenn, akkor kiderül az, hogy van egy ilyen, mondjuk ilyen görbe, aminek van egy optimális pontja. Ez az optimális pont persze nehezen elérhető értelemszerűen. Nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy az optimum körül legyen egy olyan tartomány, amit úgy mondunk, hogy életképességi tartomány. Ebbe a tartományba kell benne lennie a rendszereknek ahhoz, hogy jól éljenek a maguk, mint rendszerek, és mi is jól tudjunk velük együtt élni. Na most, kérdés a következő. Ha egyszer a dollárt és az eurót így monopolizálták, így a kormányok fölé növesztették, akkor vajon ez egy rugalmas, hibatűrő rendszer? Nem, ez gyakorlatilag ma egy összeomlás szélén lévő, túlhatalmat nyert, nagyon hatékony, de egyúttal sérülékeny rendszer, pontosan ebből kifolyólag. És az irány továbbra is lefelé megy. A válság után ugyanazt tettük, mint előtte, csak sokkal fokozottabb mértékben. Abszolút nem javult meg a pénzrendszerünk. Tehát mi a megoldás? A megoldás az, hogyha nem ezt a hatékonyságot növeljük, nem a nagyságot növeljük, ha úgy tetszik, még merevebb rendszert csinálunk, pont fordítva, menjünk vissza az életképességi ablakba. Hogyan? Úgy, hogy nem tesszük, ahogy tetszik, monopolisztikussá azt a pénzt, vagy azt a társadalmi rendszert, lásd oktatás, lásd egészségügy és a többi, hanem egyfajta rugalmasságot adunk neki, és megfelelő, hogy tetszik, változtathatóságot, amit ő maga dönt el az alkalmazkodásával. Tehát nekünk a meglévő pénzrendszer mellett kiegészítő pénzrendszert kell létrehoznunk. Nem tudom, tetszettek-e figyelni, hogy most mit mondtam. Nem azt mondtam, hogy kaszára, kapára, és kergessük el őket. Mert nem biztos, hogy meg tudnánk tenni, és nem biztos, hogy éppen a kész lenne az, amelyik ilyenre nagyon jól edzett. Legalábbis a konferencia nekem ezt mutatta. De arra igen, hogy a meglévő képességét és készségét használja arra, hogy kiegészítő rendszereket hoz létre, vagy ha úgy tetszik, mondjuk a KDNP ott van a hatalomban, akkor a KDNP-n keresztül kiköveteli, hogy maga a hatalom is ezt a fajta rugalmasságot, alkalmazkodó képességet, ahogy tetszik, a pénzrendszer tekintetében is adja vissza. Mit kell csinálnunk ezért? Kérem szépen, tulajdonképpen az előadásomnak ez a része az, ami ott a címben is az volt, hogy könnyebb a dolgunk, mint mi gondoljuk. És itt kell most ezt elmondanom, és nagy örömmel teszem, csak az a baj, hogy tulajdonképpen nekem most kéne kezdeni az előadást. Mert annyi a lehetőségünk. El sem teszem meg hinni. Rengeteg a lehetőségünk. Csak egyszerűen nem vagyunk felkészülve rá, nem vagyunk hozzászokva. Mondjuk mostanában, akik mondjuk ilyen életmóddal foglalkoznak, azt mondja, rengeteg gyógynövény van. Persze, tényleg nagyon sokféle gyógynövény van. Nagyon sok mindenre jók is, értelemszerűen. Most már beszélünk is róla. De mondjuk 2 évtized ezelőtt alig törődtünk vele. Na és fizetőeszköz. Nem lehetne hasonló gyógyító hatásban sokféle? De bizony lehet. Mert nem kell beletörődnünk abba, hogy az euró, a dollár majd megmondja, hogy mi hogyan számoljunk el egymással. Mi ebben a teremben úgy számolunk egymással, ahogy akarunk. Szuverén jogunk. A magyar törvények ezt lehetővé teszik. Csak nincs tudásunk, mert mit hallunk? Ugye a közgazdaság tanítása, meg a politika tanítása, meg a média, stb. Nem kell mondanom, el sem tudjuk képzelni, hogy ezt megtehetjük. Megtehetjük. De most ne lépnék egy most vissza, és azt mondanám el,
mit tehet az állam? Nagyon bonyolult lesz. Azt teheti, hogy a tanárok fizetését, amit most olyan szépen megemeltek, nem küldik el a bankrendszerbe, hogy meghámozzák. Amikor elmegy a bankrendszerbe a pénz, ottan mindig hámozzák. Miért? Mert az nekik jó. És a tanárnak is jó. A kormány kinek a fizetését küld, a bankét vagy a tanárét? Miért nem a magyar államkincstár vezeti a közalkalmazottak számláját? Van egy ország mellettünk, úgy hívják, hogy Románia. Tilos közpénzt bankba küldeni. Tetszenek hallani? Romániában. A tanár a kincstárból kapja a fizetését. Ugyanez van Franciaországban, ugyanez van Európa számos országában. Mi hova küldjük? Csányi Sándornak. Miért? Mert szeretjük. Ez egy nagyon tökéletes megállapítás volt, ugyanis én az illetékes minisztériumnak, a miniszternek felvetettem ezt a gondolatot, és azt mondta, jaj, de mit szól ehhez az az úr? És így is maradt. Évekkel ezelőtt volt. Tehát, igen, tanárok, orvosok, nővérek fizetése. És az önkormányzatok számlái? 15 ezer intézmény van. Miért a bankrendszer 75%-át az OTP vezeti az önkormányzatok szám? Miért? Miért nem az államkincstár? Sokkal olcsóban jönnénk ki. De nem az, hogy olcsóban jövünk ki, hanem itt van egy nagyon fontos dolog. Amikor a bank vezeti a önkormányzat számláját, arra köteleztük az önkormányzatot törvény erejével, ha úgy tetszik, adja kölcsön a pénzét a banknak. Úgyis, amikor a számláján kerül a pénz, ő kölcsön adja a banknak a pénzt. Ha az államkincstárnál van, ő rendelkezik felette, soha nem kerül ki a rendelkezése alól mindaddig, amíg valamit ki nem fizet vele. Tehát az államkincstár vezesse a közalkalmazottak, a közintézmények, az önkormányzati intézmények számláit, és egy akkora likvid egyenleg képződik ott, amivel 100 milliárdokkal lenne több a költségvetés javára ahhoz, hogy a kötelezettségének eleget tudjon tenni. Mert mindig van egy ilyen számla egyenleg, mint ahogy tetszenek tudni. Államkincstár. És mit csinál az államkincstár? Hadd ne folytassam. Tehát az egyik ilyen nagy lehetőség az állam kezében van, ne engedje a pénzforgalmat értelmetlen pályára, hanem értékes úton tartsa, mégpedig az állam érdekében és a polgárai érdekében, nem más érdekszolgálatában. Ezt a kész igazán keményen képviselheti, mert tisztesség, józanság, értelem van ebben az igényben. Miért vagyunk nyuszik, hogy ezt nem kívánjuk? És akkor menjünk tovább. Kérem szépen, nem csak a kincstár vezetheti ilyen számlát. Mi magunk is. Én Sándort megkérem arra, hozzon létre egy pénzforgalmi intézményt, és kezdjen el itt nekünk számlavezetési szolgáltatást nyújtani. Olcsón lehet ilyen informatikai rendszereket kapni, és Sándor alig nyúl a zsebébe, létrehozhatja az intézményt, és ezek után neki küldjük a fizetésünket, és az az intézmény fogja vezetni. Mert én nem vagyok közalkalmazott, nem vagyok közintézmény, magánember vagyok, de egy pénzforgalmi intézménybe bárki vezettethet számlát. És ugyanez a hatás nem adta kölcsön a banknak, hanem ő rendelkezésre alatt maradt a pénz. A 2013. évi 235-ös törvény ezt nagyon pontosan lefekteti, mert uniós előírás. Az unió egy irányelvet hozott, és azt mondta, a visszaélő bankok mellett kell az embereknek lehetőséget adni, hogy a pénzforgalom olcsó legyen, ezért kis tőkével is lehet ilyen alapítani, 37,5 millió forinttal lehet ilyen pénzforgalmi intézményt alapítani, és számlát vezetni bárki számára, úgy, mint egy bank. Azaz, és most tessék nagyon figyelni, a bankszámla, mint fogalom, hamis.
ilyen csak azért van, mert bemosták az agyunkba. Számla van, lehet bankszámla, de lehet bármilyen más számla is. És ebben az esetben a pénz a miénk marad, és nem hamozzák meg. És mit tehetek a pénzemben, ami ott van a számlán, és nem költöttem még el? Rendelkezhetem felette, például a pénzforgalom intézménye, a Sándor azt mondja, van nálunk mindig kb. 35-40-50-100 millió forint a számlákon, azzal csináljuk ezt. És akkor én hozzájárulok, és akkor csinálja azt. És én rendelkeztem felette. Világos? A pénzt nem vették el tőlem. Most pedig a törvény, vagy ha a gyakorlat arra kötelez, adjam kölcsön a banknak én is. Miért? Polgári jog ez? No tehát, nem adom kölcsön pénzforgalmi intézmény. Van azonban még egy óriási lehetőség ennek az intézménynek. Nevezetesen nem csak pénzről vezethet számlát, pénz helyettesítőről is. Mi az, hogy pénz helyettesítő? Leteszem a pénzt a intézménynél, és helyette egy másik eszközt használok. Megtehetem. Hát az utalvány nem ez? Persze, benne van a törvényben. Forgatható utalvány. Mit tud a forgatható utalvány? Hogy kimélem a pénzt, és utalványra bonyolítom a fizetéseimet. Forgatható utalványra bonyolítom a fizetéseimet. Például elektronikussal. És akkor már csak egy fél lépésre vagyunk attól, amit az Európai Unió és a magyar törvény szintén lehetővé tesz számunkra, elektronikus pénzt bocsássunk ki. Persze megfigyelni? Nem a bank bocsátja ki, mi? Elektronikus pénz. Ott ül a kártyán. Akkor, amikor a bankkártyának nevezett akármit használunk, ilyen-olyan márka név alatt, az tulajdonképpen csak a számlák között információt közvetíti. De az elektronikus pénz olyan, hogy az átkerül az én kártyám, és onnan megy a másikére, vagy a számlájára. Effektíven mozog elektronikus jel formájában. Ez az elektronikus pénz. Megvan a szabálya, megvan mögötte a lehetőség, hogy hogyan kell ezt fedezni, és működik. Kín múlik ez? Itt és most, ebben a teremben ülőkön, mert még nem határozták el magukat, hogy ilyesmit csináljanak. Miért nem? Nem tudtak róla. Mert nincs az az intézmény, amelyik eléjük hozzá azt a lehetőséget, amivel például most ugye én fölvetem, hogy megkínálom a keresztény értelmiség egészét. Miért csak Budaörsön lehet ezt csinálni? Nem. Hány tagja van a késznek? Kész felállít egy pénzforgalmi intézményt, és ott vezetjük a számlánkat. Hát nem jó üzenet? Szubszidiárisok lettünk. Mi magunk döntöttük el, és megtehetjük. Jogunk van rá, képességünk van rá, miért ne csináljuk? És akkor bevezetjük az utalványt, akárhányat. Van egy kártyám, van rajta ötféle utalvány. Máma döntött az Európai Bíróság az Erzsébet utalványról, mint hallottuk. Úgy, hogy tilos volt a monopol jellege. Csináljuk. Tehetjük. Európai Uniós jogerős ítélet van rá, jogunk van hozzá. Csináljunk utalványt, tegyük hozzá tulajdonságot. Ilyen kedvezményt, vagy olyan kedvezményt, vagy ne adjunk kedvezményt. Csak egyszerűen szeretjük egymást, és akkor azt használjuk. Nem biztos, hogy kedvezmény kell. És akkor kiderül az, hogy hát mondjuk lehet ezt lokálisan csinálni, mondjuk egy Budaörsön, vagy környékén. Na de hát ez történt. Hát Sopronban ott a képfrank. Soproni képfrank pontosan ezen az elven jött létre, csak nem elektronikus jelként, mert akkor az még nem lehetett, hanem papír alapon az emberek használhatják. És tudják, ki nem használja? Nem fognak lepődni. Az önkormányzat. Nem szereti. Sopron önkormányzata nem szereti a soproni kékfrankot. És akkor jöttek politikusok, akik az elmúlt időszakban itt-ott-ott különböző pozíciókat töltöttek be. A választás előtt jelentkeztek a szövetkezetnél, amely kibocsátja, ha mi összefogunk, így hívják a szövetkezetet, ha mi összefogunk Európai Szövetkezetet, szeretnénk belépni a szövetkezetbe. Jó, jöjjenek. Fölvettük őket. És mi lett az eredmény? Lement a választás, azóta se láttuk őket. Ilyen színvonalú politikákkal találkozunk nap, mint nap. Nem lehet rájuk bízni, de mi megtehetjük. Tehát létrehoztuk a kék frankot, és működik.
egymásnak lehet vele fizetni. És akkor jött a balatoni korona, a Balaton felvidéken, és működik. És akkor jött a bocskai korona, hajdunálláson, és működik. És jövő héten jön a tokai dukát. Az is működni fog. És ha Budaörs Magyarország leggazdagabb települése, esetleg úgy gondolja, hogy tehetne valamit a itt lévőket, megteheti. Én mondok önöknek egy települést. Van alsó mocsolád, meg felső mocsolád. Nem mondom meg, hogy melyik. De a mocsoládiaknak is van saját pénze. És nem hiszem, hogy ők a gazdagabbak Budaörshöz képest. Világos? Nem ezen múlik. A közösség erején múlik, akaratán múlik, egymás iránti tisztelete és szeretete. Ez a lényeges kérdés. De hát azt akarom mondani, hogy különböző fizetőeszközöket magunk megtervezhetünk, bevezethetünk, alkalmazhatunk elvből, gyakorlati előnyből, tisztességből, erkölcsből, és fityiszt mutathatunk azoknak, akik megpróbálnak kárt okozni nekünk. Miért nem tesszük? De ha most valamilyen okból még az új fizetőeszköztől idegenkednénk is, hadd essem föl, hogy más lehetőségünk is van. Átlag életkorunk sajnos nem olyan alacsony, mint szeretném, már bocsánat. Magamat is beleértve rongálom a statisztikát. Tehát mondhatom, hogy nekem még van élettapasztalatom a használatát illetően annak az instrumentumnak, amit úgy hívnak, hogy váltó. A váltó egy hiteleszköz, nem most fizetek, később, de aki megkapta, továbbadhatja, forgatható hitel, pénz. Miért nincsen ma? Mert a bankok nem szeretik, mert akkor kevesebbet hámoznak rajtunk. De mi szerethetjük, mert nekünk meg olcsóbb. És fegyelemre tanít, mert annak van kemény polgári jogi háttere van. Tehát használjuk a régi, jól bevált fizetőeszközt, a váltót, mert javunkat szolgálja. Tetszenek fizetni nap mint nap csekkel? Ugye, hogy nem? Miért? Mert az a bizonyos Visa, Master, stb. Azt akarja, hogy ők hámozzanak, ne használjanak önök pénzhelyettesítőt, pedig menjenek be a bankba és kérjenek egy csekkfizetet, kell, hogy kapjanak, mert törvény nem érje nekik. Igen, csekkel is lehet fizetni. Pénzhelyettesítő sokféle van, amit már a történelem bevezetett, megtanított, tehát nem is kell helyi pénz, elég ez is. De akkor, amikor viszont mi pénzt konstruálunk, akkor nem biztos, hogy földrajzi. Lehet ez egy áruházlánc, és saját maga bocsátja ki a fizetőeszközt. És ehhez valami kedvezményt rendel. Ezek a bónuszpontok, de hát a bónuszpont 100%-ban átveheti a fizetőeszköz szerepet. Tehát adott esetben a úgy helyi, hogy üzleti értelemben helyi. Van azonban még számos más lehetőség. Gábor által lefordított könyvben 9 különböző példa van, nem mondom el önöknek, csak egyre utalok, mert nekem nagyon tetszik és nagyon szeretem. És éppen most próbálom a Soproni Erdészeti Egyetemet meggyőzni róla. Tessenek elképzelni a következőt. Közmunka. Barna bőrű emberekkel nem tudunk mit kezdeni. Hát megkérjük őket, hogy itt-ott telepítsenek erdőt, és segítünk nekik, hogy elvégezzék a feladatot. Na most ez pénzbe kerül, mert nekiket ki kell fizetni. Értem szerint, meg a csemetem, és addig betöltjük, hogy nyilvánvalóan van egy megfelelő költségvetés. És erre mi létrehozunk egy pénzt, amit a felcseperedő erdő fedez. És milyen tulajdonsága van az erdőnek? Növekszik, gyarapszik. A pénzünk értéke gyarapszik, nem inflálódik, ellenkezőleg nem teszünk semmit, csak a jóisten a fénnyel és nedvességgel látja az erdőt, és gyarapítja a pénzünket. Hát miért ne hozzák létre erdő fedezte pénzt, amivel egymásnak fizetünk nagy bizalommal, mert az erdőt azért, hát hogy lopkodják, de azért nagyon nehéz elvinni. Igen, hozhatunk létre ilyen típusú fizetőeszközt is. Kérem szépen, Magyarország jövője azon múlik,
elegendően kreatíve ahhoz, hogy bátor legyen újdonságokkal szembenézni, bátorsággal kipróbálni olyasmit, amit eddig még nem, de miért ne tenni? Tehát eljutottunk oda, hogy rengeteg lehetőségünk van, amit persze most nem fogok minden szempontból, mert már szerintem is túl sokat beszéltem, azonban még egyet gyorsan megemlítek. Ugye a keresztény szellemiséghez a szövetkezés hozzátartozik. Mégpedig azért, mert, és nem fejtem ki, hogy pontosan tudják, hogy hagyja a szövetkezet, milyen nagyszerű történelmi szerepet játszott a 19. század végétől Magyarország fennmaradásában és a világháború átvészelésében, mind a kettő praktikusan. Trianon beleértve, 900 szövetkezetünk maradt, Trianon után hagyja a szövetkezetünk. Kérem szépen, létrehozhatjuk a hangya szövetkezetek pénzét. És ezzel létrehozhatjuk a hangya szövetkezeteket. Mert ez a pénz áruban és szolgáltatásban fedezve lesz. Ezt ma a törvény nem engedi meg, mert likvid fedezetet kíván, de mi meg tudjuk teremteni azt, hogy hogyan csinálunk ebből likviditást. Most nem fejtem ki részletesen, mert azért nem szabadna mindent teljesen azt, amit most elmondanom. De egy a lényeg, a hangya szövetkezetekkel azt a deprimált vidéket, amelyik ma oly nyomorban van, azt föl tudnánk emelni. Hazahozhatnánk a külföldi bérmunkában, vagy a külföldi ugye, alacsony színvonalon dolgozó embereinket. Tehát megtehetnénk azt, hogy egészen új szemlélettel, új utakon elindulva hozzáfogunk a gazdaságunk átszerkesztéséhez. Ha már tudjuk, hogy a pénzzel hogy bánjuk, akkor elkezdhetünk az egyes ágazatokon is gondolkodni, hogyan kell azt újraépíteni. Kérem szépen, a második vatikáni zsinat a következőt, az 575. pontjában a következőt rögzítette. A mai társadalom világszerte új vágyat érez és él meg az értelem iránt. Mert az ember mindig is arra vágyik, legalábbis homályosan, hogy tudja, mi az értelme életének, tevékenységének és halálának. Kérem szépen, egy szervezet, amelyik értelmiségének mondja magát, keresztény értelmiségiek szövetsége. Vegye a bátorságot, a II. Vatikáni zsinat tanítása szerint fogja meg a dolog végét, ezt az új idők, tehát ezt a kész tanulmányt próbálja meg újra gondolni, ami itt elhangzott, miután rögzítésre került, adja oda azoknak, akik ezt szerkesztették, üljünk le és vitassuk meg, mert az egy vitairat, én most elmondtam egy-két vitatott pontot, nyilván volna más is, azt majd máskor, de egy biztos, új lendületet adhatunk a késznek, ha van hozzá bátorságunk, becsületünk és értelmünk. Az utóbbi biztos, a második is biztos, a harmadik biztos, akkor meg mire várunk. Köszönöm a figyelmüket!